不要一个了，多一个那个。医生。It's like an egg is all that, as a part. It's your cat, do it, Nate. Oh, yeah. Yes, not you. There's a kitchen, you can see. I'm going to go to the house. 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 Mutassak be egy házaspárt, nyilván nem én vagyok a házi szervezője ennek az eseménynek, de viszont Ernőjékkel talán itt a társaságban jó magam is elkezdtem meg először. Én a hazajáróban láttam őket, Ernőt, Valit és Ernőt, ennek a komplexumnak a tulajdonosát, és hát azt kell tudni ugye erről a közösségről és helyről, hogy a Határtalan programnak az egyik bázisa. Tehát rengeteg magyarországi iskolás gyerek, illetve felvidékiek és erdélyek is jönnek ide, hiszen innen elérhető a Vaskapu és egy csomó látnivaló, amiből ti majdnem láttatok sok mindent. De a lényeg az, hogy Szendrő, Galambolc, a sok minden innen elérhető. Úgyhogy itt a falusi turizmusnak egy ilyen bázisa Klári és Ernő. Mi nagyon jól éreztük magunkat, Vali és Ernő, Klárit mondtam, ez előbb Vali mondtam, ugye? Hogy Ernő tényleg, most ez nagyon rossz szójáték lesz, de igaz, a szívét, lelkét kiteszi az asztalra, amikor vendéglátásról van szó, és ez sajnos a szószoros értelmébe is kell érteni, hiszen egy olyan szívműtéten van túl, amikor valóban újra kellett operálni az egész rendszert, de hál' Istennek itt van, és ami még nagyszerű dolog, hogy Valinak és Ernőnek a fiai között, egy most Pesten van, de viszik tovább ezt a, remélhetőleg ezt a fantasztikus dolgot, de gyakorlatilag ez egy kis magyar bázis, úgyhogy én szívből gratulálok a székelykevélyeknek mindenképpen, akik 1500-an, 2000-en, akik itthon vannak, remélem, hogy nem csak 2-3 család jön haza, mint most hallottuk, hanem még több család haza fog jönni majd egy idővel, és hát gratulálok azoknak, akik pedig itt a turizmus szervezik. Na hát köszönöm a szép szavakat. Valóban nagyon sok diákcsoport jön, tavaszi, meg őszi. Hát jövőre már fest telnek a foglalások, de egy érdekességet mondjak, hogy tegnap előtt érkezett egy foglalásunk június 16-ára 2021-re. Úgyhogy tudják, hogy annyira foglaltak vagyunk, hogy időbe kell időpontot bejegyeztetni.